Kérek, közelít minden arcról, hogy? Igen, egyenként. Később, most nem érek. Köszönöm. Hát, ami azt illeti, ezzel a birkanyájjal nem lesz valami könnyű dolgunk. Nem, az a pasas szóba se jöhet. Lássuk a következőt. Következőt? Na nem, vörös hajó nem kell, bal szerencsét hoz. Na, ez itt nem is rossz. Mi a véleménye róla? Szerintem sem rossz. Ugye? Elég jó feje van, őszinte a mosolya, nem? Megérdemelné, hogy boldog legyen. Kérjétek meg, hogy mondjon valamit, ha egyáltalán tud beszélni. 18-as, mondjon egy pár szót. Igen, de hát mit kell mondanom? Óriási, a közönség el lesz ragadtatva. Rendben, állítsátok félre a következőt. Na, még csak ez hiányzott. Ha most még fajvédőnek is kikiáltanak, azt nem bocsátják meg nekünk. Gyerünk a következőt. Na, ebből sem kérünk. Nem, ez a fiú túl szép. Túlságosan jó képű, és ráadásul szexi. Nézzék a képét. Rossz hatást gyakorolna a családi összhangra. Nem. A féltékeny férjek megtiltanák a feleségüknek, hogy nézzék az adást. Hát, a kis aranyos. Vagy milyen ronda, ocsmány. Nem, ez sem kell. A nőket teljesen hidegen hagyná, ha meghal. Jó lenne eldönteni, az előző éppen az ellenkezője volt. Hát ez az, nehéz eldönteni a megfelelő adagolást. Kérem szépen vissza a 42-est. A 42-est, adjátok vissza a 42-est. Szerintem van benne valami. Sőt, kimondottan nagyszerűnek találom ezt a 42-est. Nem csak jó képű, de úgy tűnik igazi erős jellem. Valóban igazi jellem. Hé! Nézzék, hogy húzza a csíkot. Visszahoznák nekünk a 42-est? Én maga, mi a francot művel? Szeretném, ha eldöntenék végre, hogy megtartanak-e vagy kidobnak. Menjen vissza a helyére. Ja. Na gyerünk! Már egy órája itt szomorú. A sok duma helyett inkább vegye fel a tábláját. Ha sokat gatyáznak, úgyis lelépünk. Ha. Egy rakás idióta. Megáll az eszem. Mit kell ezen ennyit tökölődni? Én munkanélküli vagyok, lenne éppen jobb dolgom is. Ez a legfrissebb képünk Richard Vallonról. Pontosan 2 évvel ezelőtt készült. Azóta a jelölt munkanélküli. A felesége, akit ezen a képen látnak, nagyon beteg. Ha jól tudom, rákos. Hát, munkanélküliség és rák, ez egy kicsit túl sok így együtt, nem? Az intelligencia hányados? Alacsony. Na, végre valami jó is. Ha mindenki egyetért, nekem megfelel. François Jacquemart a következő. 32 éves liftszerelő. Egyszerű családból származik. Az apja postás volt. Nagyszerű, a postások mítosza úgyis halhatatlan. Ettől majd mindenkinek szimpatikus lesz. Nyugodt gyermekkor, állami iskolába járt, első áldozó is volt, szakközépiskolát végzett. Első áldozó, de hát ez csodálatos. Ezzel megnyerhetjük magunknak az összes nagymamát. Az első munkahely 18 évesen, az első szerelem ez a lány itt. 19 éves, amikor szakítanak, közre játszik benne, hogy behívják katonai szolgálatba. És a seregben? Tiszthelyettesként szerelt le, egyébként elég jó minősítést kapott, ettől kezdve viszont kacérkodik a baloldali körökkel. Micsoda? A rendőrség